lesznek. Még egyszer jó napot kívánok mindenkinek. Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Élelmiszerlánc Biztonság Jövője című szakmai konferenciáján. Ezen belül jelenleg az ételek és kételyek Élelmiszerlánc Biztonság az általános iskolánkban című szekció ülésén vagyunk. Ebben a szekció ülésben 2 előadást fogunk meghallani először, és utána pedig az oktatási koncepciókról és a gyakorlati megvalósításáról fogunk kerekasztal beszélgetést végezni. Nagyon fontos és nagyon aktuális kérdéseket és témákat hallottunk a délelőtt folyamán. Azt gondolom, hogy ez minden felnőttnek és minden gyerek számára fontos az életében. Hiszen az élelmiszerekkel az étkezés során mindenki találkozik. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ne jelentsenek veszélyt az egészségünkre. Ez nem történik meg akkor, hogyha megfelelő módon készítjük el, és ezek után persze el is fogyasztjuk őket. Magamról egy pár szóban annyit, hogy én egy gimnáziumban, egy középiskolában tanítok, nem általános iskolában, viszont általános iskolában voltam közel 15 évig, ott alsóban és felsőben is dolgoztam, úgyhogy ismerem ezt a korosztályt is, és persze ismerem a középiskolai korosztályt is. Mint látják, az első előadónk Petrovics. Bocsánat. Igen, Petrovics Nándor, csak nem akartam rosszat mondani. Petrovics Nándor, aki az OFI munkatársa, az Élelmiszerlánc Biztonsága Nemzeti Alaptantervben című előadását fogja nekünk elmondani, és ezek után pedig meghallgatjuk a dr. Kassa Gyulának az előadását, aki a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa, az élelmiszertudományi karon dolgozik. Kidolgozott a Kassa Gyula doktor általános iskolásoknak egy tankönyvet, és ezt fogja prezentálni önöknek. Mindenkinek jó szórakozást kívánok! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy eljöhettem önökhöz. Kaposi József főigazgatónak szólt a megkívás, de átadta ezt nekem azzal, hogy ebben az egy dologban én magam is ebben dolgoztam, és apró részleteket viszonylag jobban ismerek, mint ő, illetve hát az OFI főigazgatójaként hát 48 órás napokat él minden nap, úgyhogy elnézésüket kéri, hogy nem tud személyesen megjelenni. Engedelmükkel leülök, mert hát férfiak egy csatornásak, mint köztudott, és még az egeret is kezelni. Mikrofon nélkül elég a hangerő? Szerintem igen, mert... Akkor kell a mikrofon. Jó, tehát élelmiszerlánc, élelmiszerbiztonság, és ha erről kezdünk beszélni, és nyilván gyerekekről, iskoláról van szó, akkor sok minden egyébbel együtt ez beleépül egy nagyobb témába, és ez az evés, az ételek, az ételkészítés, táplálkozás, stb. Stb. Én nagyon sokszor, miközben elmondom, amit önöknek szántam, nem az élelmiszerbiztonságról, hanem az élelmezésről, az evésről, az étkezésről, az ételkészítésről fogok beszélni. De pontosan tudjuk azt, hogy amikor a gyerekek tanulnak, akkor ha egy komplex valaminek a részeként tanulnak meg részeket, és tapasztalnak meg részeket, sokkal maradandóbb és stabilabb tudás keletkezik, mint hogyha izoláltan csak egy-egy annak egy-egy komponensét, vékonyka, keskeny összetevőjét tanítanánk. A Nemzeti Alaptanterv és minden alaptanterv és minden tartalmi szabályozó, ami a közoktatásban, illetve szakképzésben is létezik, rengeteg célt megfogalmazunk, ilyeneket, hogy kultúra, jövő nemzedék, versenyképes tudás, stb. Stb. De végül is minden tanterv valahogyan egy célzott tudást, egy tudás állapotot akar leírni, azt a tudás állapotot, amit az emberünk, tanulónk, képzésen résztvevő, a képzés vagy az iskola elvégeztével birtokolni fog. Ezt a tudás állapotot, ugye, ha a közoktatásra gondolunk, leválaszvalóra az egyetemet, amely leginkább már a munka világa felé mutat és szakképzés jelent, valamiféle a fiatal felnőtt korban, az életkezdéskor birtokolandó tudás célozzuk meg. És mivel ez egy nagyon-nagyon bonyolult dolog, ha részletesen elemezni kezdjük, azt fogjuk látni, hogy rettenetesen bonyolult dolog, és a nagyon bonyolult dolgokat, akár műszaki megközelítésből, akár társadalomtudományi, vagy akár csak humán megközelítésből is nézzük, több vetületben szoktuk leírni. Az alaptanterről és a nemzeti alaptanterről talán megértéséhez, értelmezéséhez is kicsit hozzájárulhatok, hogyha elmondom,
hogy végül is ezek a vetületek és metszetek, ezek ugyanazt a dolgot írják le többféle nézőpontból. A NAD-ban, hogyha elemezni kezdenénk, illetve a kerettantervekben tartalmi szabályozókban, akkor akár 8-10 ilyen vetületet, metszetet, nézőpontot is találnánk. Én ezek közül néhányat kiragadok, és egy olyan olvasó, illetve közös gondolkodásra szeretném kérni önöket, hogyha amikor ezeken végigfutok, néhány percet számva csak rá, az, hogy milyen kapcsolódásokat találhatnánk, ha részletesen elkezdjük keresni. Meg fognak lepődni, hogy alig van olyan, bármelyik metszetben vagy vetületben, bármelyik tényezőt, ha nézzük, nem találunk olyat, ami ne kapcsolódna hozzá az élelmezéshez, az ételkészítéshez, az élelmiszerekhez, az evéshez, stb. Stb. A NAD-nak ugye nagyon fontos ilyen főmetszetei vagy fővetületei a fejlesztési területek, fejlesztési feladatok, a kulcskompetenciák, és ezeket is majd egy-egy dia erejéig kiteszem. A közműveltségi tartalmak is egy ilyen vetület, műveltségi területek, tantárgyak, stb. Stb. Mind a meglévő tartalmat elemzi, csoportosítja, mutatja be valamilyen formában. És hogyha ezek között a fejlesztési területeket vesszük először, természetesen van ezek között, amelyik az élelmezéssel, evéssel, ételkészítéssel távolabbi kapcsolatban van, de amelyik egyáltalán ne lenne kapcsolatban, az egyiket se tudnám mondani. Az, hogy nemzeti öntudat, egyet ragadtam kicsit, mindjárt a második, hát a nemzetek ételei. Minden, ha elmegyünk Franciaországba, elmegyünk Párizsba, és ott az éttermekre gondolunk, akkor minden egyes országnak, népnek, népcsoportnak megvannak a maga speciális étel. Ez az élelmezési kultúrának a része, az élelmezés a kultúrának a része. Természetesen a családi életre, az egészségnevelés, és ha olvassuk tovább, pályaorientáció, ugye hány foglalkozás, hány életpálya kötődik az evéshez, az ételekhez. Még a tanulástanítás, a médiatudatosság, a médiának és az evésnek, ételkészítésnek a kapcsolódásai. Számtalan sok dolgot találunk. Ugye fejlesztési területek fogalmilag ugye áthatják a pedagógiai folyamat egészét, ezt a negyed mondatot ragadtam ki ide. Ezek mind olyan szálak, mind olyan komponensek, amelyek tényleg végighaladnak a teljes képzési folyamaton, és az összes dokumentumból visszaköszönnek. A kulcskompetenciák egy sztárfogalom, aki iskolában, pedagógus környezetben dolgozik, egyre inkább hozzászokik, hogy ezeket a fogalmakat, mint a kompetencia fogalmat is egyre jobban használjuk. A kulcskompetenciák azok, amelyek ezt a két dolgot, hogy alkalmazkodás a változó világhoz, tehát ez az egyének és a környezetének egyik irányú kapcsolata, és másrészt pedig cselekvő befolyásolás, befolyás a világváltozásaira. És ezek között is bármelyik olyan, a matekot hadd ragadjam ki, mennyit főzünk, mennyi sót teszünk bele, mennyi ideig, hány fokon, és a többi, és a többi. Földünk, környezetünk, ember és természet, nyilván a természetből származó ételanyagokkal dolgozunk, olyan hatásoknak tesszük ki az anyagokat, amelyek ugye az ember és természet műveltségi terület tantárgyai. Az egésznek ugye testnevelés és sport vonatkozásában megint csak itt vannak a kapcsolatok. Most elkezdhetném felsorolni a tantárgyakat, ezt már végképp nem teszem meg. A magyar nyelv és irodalomtól egészen a viszonylag kisebb óraszámú töredékesebb tantárgyakig. Azt ezek után beláttuk, hogy az ételek, és ezen belül természetesen minden egyes mozzanatnak a biztonsági komponense, hát ha azt mondom, hogy 1000 szállal, akkor körülbelül a darab számosság is pontosan stimmelne, de rengeteg sok szállal kötődik mindazon tudástömeghez, amit a Nemzeti Alaptanterv megfogalmaz, és mindazon tudástömeghez, amit ugye az életben való boldoguláshoz szükségesnek tart az a nemzedék, aki most itt ül, azok részére átadni, akik az iskolapadokban vannak. Van egy története ennek a dolognak, hogy élelmiszer lánc, illetve élelmiszerbiztonság, és hogy ez megjelenik a tantervekbe. Ez, amit itt kivetítek, ez az előtörténet, ami az élelmiszeres szakma irányából indult el. Van egy másik folyamata ennek az előtörténetnek, ami a tantervfejlesztők oldaláról indult el. Egy-két mondatot fogok majd mondani, és én bevallom őszintén, az egyik oldalon jelen voltam a tantervkészítők oldalán, és nem tudtuk, nagyon sokáig nem tudtuk, hogy az élelmiszeres oldalon is van egy ilyen aktivitás, és nagyon szerencsés, de nagyon ritka esetként ez az aktivitás egészen jól találkozott, és egészen jókor találkozott, mert hiszem most, amikor elindul a
új közoktatási törvény, vagy köznevelési törvény megjelenése után a nemzeti alaptanterv, kerettanterve, gyakorlatilag ettől a tanévtől kezdve ugye fog határozottan felfutni egy új tartalmi szabályozás is. Be is érlelődött ez a dolog annyira, hogy remélhetőleg a tantermi folyamatokban is ezek a témák meg fognak jelenni. 2011-ben kezdődött ugye az élelmiszeres szakma oldali megkeresés, és hát 2010-ben, 2011 fordulójára születtek meg a Nemzeti Alaptanterv átdolgozásának a koncepció is, és hát néhány lépésen keresztül eljutott a dolog egész odáig, hogy egy önálló oktatási modul született meg. Az, hogy az iskolarendszerben, a tantárgyak rendszerében, az iskolák mindennapjaiban hogyan épül be egy ilyen önálló modul, ez egy közoktatás, köznevelés szabályozási kérdés, de lesznek iskolák minden bizonnyal, amelyek abban a kis szűk órasávban, abban a heti egy-két órányi órasávban pontosan ezt fogják majd beválasztani. Igen. A NAT-nak a műveltségi területeit néhány sorral följebb kivetítettem. Két olyan műveltségi terület van a Nemzeti Alaptantervben, 10 műveltség terület van összesen. Kettő van ezek között, amelyik nagyon szorosan kapcsolódik, és valahogy olyan kicsit jellegszerűen az egyik egy inkább elméleti megközelítésű, ez az ember és természet műveltség terület, és van egy cselekvés oldali, gyakorlati jellegű megközelítés, ami a tapasztalati tudásnak a elsődleges terepe, ez az életviteli és gyakorlat műveltség terület. Hadd hívjam fel egy nagyon apróságra a figyelmet. Az előző NAT-ban ez a dolog, hogy életviteli és gyakorlat, ez életviteli és gyakorlati ismeretek néven futott. Nagyon sokáig kellett vitatkoznunk, magyaráznunk, hogy üssük már le azt az ismeretek szót onnan, mert itt nem ismeretekről van szó, hanem gyakorlatról van szó, a csinálásról van szó, a tevékenységekről van szó, és nem az ismeretek a lényege a dolognak, hanem az, hogy csinálunk valamit. Aztán nagy nehezen megértette a közoktatás, köznevelés irányítás, és elfogadták a 8-10 szerzőnek azt a törekvését, hogy itt nincs helye az ismereteknek. Igazából a többi tantárgy nevében se lenne igazán jó helye az ismereteknek, de hát az ugye a magyar tartalmi szabályozása a köznevelésnek, közoktatásnak nagyon-nagyon ismeretcentrikus és nagyon disziplináris megközelítésű mind a mai napig, és ezt nagyon nehezen tudja meghaladni a tartalmi szabályozás. Ám de talán a legelső, vagy az első néhány téma között van, komplex téma között van pont ez az élelmezés, élelmiszerbiztonság, ételkészítés, amely hát nem akarom azt mondani, hogy interdisziplináris, de erősen tantárgyközi. Van még néhány ilyen téma. Én ilyenkor mindig a közlekedést szoktam említeni, hogy közlekedés tantárgyat nem tanítunk, de szinte mindegyik műveltségterület és nagyon-nagyon sok tantárgyunk van olyan, aminek van valamilyen közlekedési vonatkozása. Sorolhatnánk még 3-4 ilyen nagyon tantárgyközi témát, az élelmezés, az evés, az mindenképpen ezek közé tartozik. Talán egy harmadikat hadd mondjak még, az az egészség. Az egészségnek a teljes értelmét tekintve, ugye a testi-lelki egészséget is mind beleértve. A NAT-műveltségi területei, hát pedagógus kollégák részére ez nem újdonság, de ha esetleg van önök között, aki nem ismeri ezt az elemet még, a műveltség területeken belül értelmezzük a tantárgyakat. Biológia, kémia és fizika az a 3 tantárgy, illetve a 5.-6. osztályban a természetismeret, illetve első 4. évfolyamon a környezetismeret tantárgyak azok, amelyek ugye az ember és természet műveltségterületbe tartoznak. Az életviteli gyakorlat jóval egyszerűbb, technikai életviteli gyakorlata neve a tantárgynak, és amikor a szerzők ezt 3-at így egymás mellé tették, akkor nagyon megörültek ennek az elnevezésnek. Ide még egy felkiáltó jelet kéne tenni, mert ez nagyon pontosan azt fejezi ki, amit ebben az egy kis nagyon csutka, nagyon keskeny, nagyon vékony, a kis alacsony óraszámú tantárgyban a szerzők, és mindenki, aki ebben a tantárgy, ezzel a műveltségterülettel gondolkodik, nagyon szeretne. Szóval, hogy tégy. És ez a tégy, ez a cselekvő részvételt, a cselekvő aktivitást célozza meg. No, még tovább haladva a részletek felé, és közben felnézek az órára is, az ember és természet műveltség területen itt az egyes műveltség területek NAT-ja, Nemzeti Alaptanterve nem teljesen azonos szerkezetű.
Mindegyik műveltség területen dolgozó szerzők tovább bontották, csoportosították a benne lévő tartalmakat. Az ember és természet műveltség terület fejlesztési feladatokként ezt a hetet fogalmazta meg. Ha most emellé megint hozzágondoljuk azt, hogy van-e mondjuk anyagenergia szempontból az élelmezésnek, élelmiszerkészítésnek kapcsolódás, akkor persze, hogy van a rendszerek, igen. Ha beleolvasunk a NATO szövegekbe, ott is lépten nyomon visszaköszönnek olyan kifejezések, amelyek közvetlen kapcsolódást adnak az élelmiszerbiztonsággal és az élelmezéssel is. Mindössze felsoroltam itt a diának az alján néhányat. Ezek onnantól kezdve a legprimerebb fizikai folyamatok, hogy hőhatással járó folyamatok, egészen odáig, hogy ehető és nem mérges gombák, hanem mérgező gombák, stb. Illetve egy másik vonatkozása, ami nem maga az élelmiszernek az anyagához, hanem az élelmiszer készítéshez kötődően, egészen odáig, hogy a környezeti hatások, természeti feltételek, mi minden. Végül, és még egy erős 5 percem talán van, élelmiszerbiztonság az életviteli gyakorlat műveltség területen. Erre mondtam azt, hogy leginkább ez az a műveltség terület, ahol komplex témaként, tehát nem teoretikus, elméleti ismeretközlésként előkerülő tudásként, hanem valamiféle tevékenységként, csinálásként kerül elő az élelmezés, az ételkészítés. Természetesen ebben is ugye sok téma van, amely különböző mélységben kötődik. Hát háztartási eszközök egyértelmű, hogy miről van szó. Az egészség, táplálkozás igényi, a betegség megelőzés itt is egyértelmű. Ilyen apróságok, vagy kisebb óraszámúnak, kisebb súlyúnak tűnő témák is ott vannak benne, hogy tudatos vásárlás, fogyasztói magatartás. Itt is ugye gondolhatunk nagyon sok mindenre, környezettudatosság, és itt is csak kiragadtam néhány fogalmat. Kerettantervi példák, és itt ha érdeklődés mutatkozik, hogy egész pontosan mi is, hogyan szerepel a kerettantervekbe, akkor hát van itt egy honlapcím, el lehet rajta igazodni, ez nekem is sikerült. Nem akarok számot mondani, hogy hány kerettantervet találunk itt ezen a honlap szeleten, de szerintem a 100-as környékén. És akkor még nem az OM által jó, bocsánat, nem OM, EMMI által jóváhagyott kerettantervekről van szó, hanem csak azokról, amelyek a standard tantárgyi szerkezetből következnek. Nem egy egyszerű információs környezet ez, de ezek a fogalmak, amelyek megjelennek, ezek új elemként jelennek meg, és régi tantervekre én csak emlékszem, most nem elemeztem végig, hogy vajon melyek azok a mozzanatok, részletek, amelyek a korábbi tantervekben is jelen voltak, de ezt, hogy élelmiszerlánc biztonság, ez biztos, hogy nem olvastam a korábbi tantervekben, pedig hát egy 10-15 évvel ezelőtt is már az életvitel és gyakorlat tantervekkel foglalkoztunk. Hadd mutassak rá arra a talán még elég nagy port is kavart, meg port felvert részletre, ami a életviteli gyakorlat, illetve a TÉGY-nek, tehát technikai életviteli gyakorlat tantárgynak a kerettantervében benne van, hogy ételkészítő foglalkozások, és ez közvetlen óraszám. Tehát van egy alapváltozata, ami 14 óra, ha úgy tesszük, akkor ez mondjuk dupla órával számítva, két hetente egy-egy óra, ez egy szokásos iskolai órarendi elrendezés. 7-2 órás foglalkozás effektív ételkészítéssel foglalkozik. Ez a korábbi tantervekben így nem volt leírva. Ha nagyon visszamegyünk az időben és a NAT megszületése, tehát a 90-es évekig visszamegyünk, akkor sem volt ennyire direktben és közvetlenül leírva. Több változata van a kerettanterveknek. Van egy emelt szintű, ez a szint, ez igazából emelt óraszámot jelent. Ebben ugyanerre a témára 28 óra, tehát ha úgy vesszük, akkor tömbös, minden héten egy-két órát jelent. Illetve van egy B-változat, ami 20 óra, és ez még egy ilyen agrárkörnyezetben érvényes kerettantervi változat. Itt még élelmiszertermelés feldolgozással kiegészül egy 12, illetve egy következő változat szerint 16 órával. Ez az az óraszám, amitől mindannyian a legtöbbet várhatjuk. Hogy miért került ez be a NAT-ba és a kerettantervbe?
az, hogy ez a tantárgy folyamatosan zsugorodik, és folyamatosan szorítja ki őket a társadalom által megfogalmazott olyan igények, hogy második idegen nyelv, olyanok, hogy mindennapos testnevelés, stb. Stb. és mindig csak csökken és csökken az óraszám. Az informatika a másik ilyen mostoha gyerek, ahol rettenetesen lecsökkent az óraszám, pedig ott is ugye mekkora tudásigény van. Azt mondtuk magunknak, hogy olyan dolgokat emelünk be az életviteli gyakorlat műveltség területére, illetve kerettantervekbe, ami nélkül nem lehet leélni az életünket. Az ember leélheti az életét úgy, hogy egy gombot nem var föl sohasem, de az, hogy étkeznie kell, és ezt saját magának kell az étkezéséről gondoskodnia az élethelyzetek nagy többségében. Aztán, hogy biztonság legyen. A kettő mindjárt össze is kötődik, ugye. Egészség legyen. Az egészségével nem foglalkozó ember, az elkerülhetetlen, hogy valaki az egészségével foglalkozzon. Azért úgy gondoljuk, hogy családban fog az ember élni, legalábbis nagyon szeretnénk, ha abban élni. Végül még munkát is kell végeznie, stb. Stb. Szóval ezek azok a témák, amelyek nélkül nem éli le az ember az életét. Fúrni, faragni. Mondjuk modelleket építeni, hímezni, bőrtárgyakat készíteni, stb. Stb. Ezek mind olyan dolgok, amelyek nem azért fontosak, mert hogy enélkül nem élem le az életemet, hanem azért, mert ügyesedünk vele, mert fejlődünk vele. Ott más a funkcionális célja. Ide még a közlekedést is fölírhattam volna, stb. Stb. Szóval, hogy ezek a témák kerültek be egyáltalán, és akkor ezek között melyik az, amelyik leginkább szintetizál, egy csomó mindent magába szintetizál. Hát ez az ételkészítés, mert az a biztonság okán, ugye, az egészség okán, a család és a cselekvő részvétel. Amikor én főzök egy paprikás krumplit otthon, a gáztűzhelyen, akkor mind a négy ott van a dologban együtt. Ezért azt mondtuk, hogy erre nem sajnáljuk az óraszámot, és akkor ha megnézik a többi kerettantervet, elő kellene ehhez venni, megnézik a többi témának az óraszámait, akkor olyan pirongatóan kevés óraszámot találnak egy-egy dolog mellett. Amellett, hogy ott találják ezt az előbb említett legalább 14 órát. Ami annyi jelent, hogy egy fél éven keresztül a gyerekek mondjuk 5. vagy 6. ezt csinálják. Tehát ez volt a mi törekvésünk ugye a NAT és kerettanterv készítők részéről, és ez találkozott nagyon szerencsés módon azzal a törekvéssel, ami szerintem a következő adásnak is anyaga lesz, hogy elkészült egy tananyag, ami előbb-utóbb belopózzik majd, nagyon remélem, az iskolákba, és valahogy bele fog integrálódni mindebbe a képzési anyagba. Egy olyan önálló élelmiszerlánc ismereti modul született meg, ami ugye kötelező tárgyakban foglalt ismeretek kiegészítése, bővítése, én ezt kiegészíteném azzal, hogy még a szintetizálása is. Összerakni a különböző tárgyakban tanult dolgokat, úgy összerakni, hogy abból valami cselekvőképes, komplex tudás álljon össze a fejünkbe, és hát milyen területen, ha nem ott, amit nekünk minden nap csinálnunk kell. Az OFFI pedagógiai segítséget nyújt a kidolgozáshoz, és pedagógiai segítséget nyújt még ennek a népszerűsítésében is, és szakmai segítséget is nyújt pedagógus továbbképzések megszervezéséhez. Milyen ez a tananyag? Ezt a következő adásban biztos részletesebben is látni fogjuk. Ebben az egészben egy számomra a legfontosabb, ez a legutolsó technikai segítségnyújtás a szaktárcától, mert hogy az iskolákban a gyakorlati megvalósítás rettenetesen sok problémát felvet. És akkor utolsó díjaként, nem problémaként, hanem csak a tovább lépés feltételeiként, lehetőségeiként. Ha most megkérdezünk mondjuk 100 technikatanárt 100 iskolából, hogy tudja megcsinálni ezt a 14 óra ételkészítést, akkor lesz, aki azt mondja, hogy nem érti a kérdést, bemegy a tankonyhába és megcsinálják, ragyogó. És lesz, aki azt mondja, hogy hát hol a fenébe csináljuk meg, hát még a tálalókonyhánk is alig van, és akkor az ANTS nev is, stb. Előírások, stb. Stb. Erre persze mondjuk, hogy hát esik kimenni az iskolaudvarra bográcsolni, és akkor az két egész napos bográcsolással nagyjából ez a dolog éppen kitudható. Igen ám, de hogyan lehet ezt órarendbe szervezni? Hát erdei iskolában nem mennek. Igen, megyünk, de ott készen kapjuk a kaját. Stb. 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 Itt jönnek azok a problémák, amiket valahogyan meg kell majd oldani, és meg fogjuk tudni oldani, én nagyon remélem. Van ennek egy másik oldala, azért ez kicsit talán az elméleti oldal,
ugye, hogy hát a kémia, a biológia, a tanulókísérletek, aztán az üzemlátogatások, meg egy csomó minden az, ami hozzájárulhat mindezen témához. És hát természetesen a szabályokat rögzíteni kell, arra az esetre is, ha tankonyha van, meg arra az esetre is, hogy egy kitelepülés van, vagy erdeiskola van, vagy egy hétvégi, vagy egy akármilyen iskola kiránduláson történik valami. Tankönyv tartalomfejlesztés, ez nagyon fontos, mindannyian tudjuk, hogy az iskolában az valósul meg jó színvonalon, amihez jó segédanyag, jó tankönyv van. Reméljük, hogy ennek az anyagnak a nyomán is egyre több helyi kezdeményezés és jó gyakorlat fog majd rögzülni, és talán cserebere is kollégák egymás között. És amit az OFI még ehhez biztos, hogy hozzá fog tenni, az ez a pont itt pedagógus felkészítés és szaktanácsadás. Az a projekt, ahol én az OFI-ban dolgozom, az éppen a tantárgygondozó szaktanácsadók felkészítése, illetve szaktanácsadói szolgáltatások nyújtása. Az iskolák most a napokban jelentkeznek, remélem, hogy ilyen szolgáltatások igénybevételére. Hát ez 20 percre sikerült. Köszönöm szépen a figyelmüket. Nagyon sok mindent kellett összedarálnom itt egy ilyen jól kisült fasírtán, remélem, hogy mindannyian azért értik a dolgot, és elfogadják tőlünk azt, hogy nagyon jó helye van az alaptantervben, illetve a kerettantervekben is ennek a témának. Ha itt a kerekasztal beszélgetés folytatódni fog a második órában, akkor én folyamatosan itt leszek még, és elő tudunk venni akár egész konkrét tartalmakat is, sok tantárgynak a kerettantervét is legyűjtöttem. Ha kérdésük van, hozzátenni valójuk, akkor ezen az e-mail címen találnak meg, és köszönöm szépen a figyelmet. Szedni, igen. Azt mondták, hogy nem kell. Köszönjük szépen. És akkor Kasza doktort szeretném a előadást, hogy megtartsa az élelmiszerlánc biztonsági ismeretek az általános iskolában. Nagyon szépen köszönöm. Igazán kerek összefoglalót hallottunk arról, hogy hogyan kerültek bele ezek az új ismeretek a nemzeti alaptantervbe, illetve a keret tantervekbe. És valóban ezek új fogalmak voltak, én jól emlékszem az első ilyen egyeztetésre, ami nem is 2010-ben, 11-ben volt, hanem 2008-ban, akkor még egy merev ellenállással találtuk magunkat szembe, és hát valahogy mégiscsak megoldódott ez a kérdés, és úgy tűnik, hogy sikerült eredményes együttműködést folytatnunk, és emiatt nagyon hálásak vagyunk az OFI-nak. Hogyha megkérdezünk 100 fogyasztót azzal kapcsolatban, hogy kik a felelősek az élelmiszer botrányokkal kapcsolatban, akkor nagyon nagy arányban azt mondják, hogy az élelmiszer ipar, de ott találjuk a felelősök között az államot is, az élelmiszer láncfelügyeletet, mert hogy nem elég hatékony a fellépése, és így tovább. Ugyanakkor, hogyha megnézzük, hogy 100 eseményből hány nyert felelősek az említett szervezetek, akkor azt láthatjuk, hogy hát az ipar az konkrétan ebben a pici egyéb kategóriában egy ilyen elhanyagolható százalékot képvisel. Az igazoltan élelmiszer eredetű megbetegedéseknél a tavalyi évben konkrétan ez a nullát közelítette. Le is van írva, hogy 0,0%. És látunk egy nagy piros hányadot itt a tortában. Ez egy körülbelül 80%-os arány, évről évre ez változik, 75 és 85 között ingadozik. Hát bizony ezek mi vagyunk a fogyasztók. Ezek a mi rossz gyakorlataink, félre sikerült kísérleteink, figyelmetlenségünk eredménye, ami kimutatható ebben a szegmensben. Minden évben több tízezer élelmiszer eredetű megbetegedés történik hazánkban. 2011-ben tudtunk utoljára enteritis infekcióz adatot vizsgálni, akkor ez kb. 40 ezer volt, ez most már nincs benne a statisztikákban, de mentünk tovább a szalmonellózisról, a kampilobakteriózisról továbbra is adatsorunk, csak ebben a két betegség csoportban 10 000 fölötti esetszámot találunk,
és hát több tucat egyéb olyan megbetegedés van, amelyek közül jó néhány rendkívül súlyos lefolyású lehet. 2007-ben készítettünk Krisztalovics doktornővel, az Epidemiológiai Központ munkatársával egy felmérést, ami alapján megállapítottuk, hogy mindössze tényleg a jéghegy csúcsa, ami megjelenik számszerűen a statisztikákban, és kb. Egy 250-400 szorosít, ugye nagy a szórás, az a betegség szám, ami előfordul a lakosságban. Ugye ezek ilyen önkéntes, ilyen bevallásos vizsgálatok voltak, itt rendkívül nagy a szórás, de ezeket tudtuk az epidemiológiai adatokhoz viszonyítani. Tehát egy súlyos probléma körrel állunk szemben. Ez az a 80%, ami bennünket elgondolkodtatott, és úgy gondoltuk, hogy tenni kell valamit annak érdekében, hogy ezeket az alapvetően elkerülhető betegségeket megelőzzük. És amikor vizsgáltuk az okokat, akkor azt láttuk, hogy a legtöbb esetben a fogyasztói magatartás befolyásolására lenne szükség. Tudatosság, készségszintű gyakorlat kialakítására. És hát ezzel kapcsolatban a fogyasztó tudományok, a pszichológia azt mondja, hogy mindezekhez az attitűdökön keresztül vezet az út. Itt vannak jó és rossz hírek. A jó hír, hogy az attitűdök között vannak olyanok, amik egészen tudatosak, racionális ismérvek. Amikor a fogyasztó dönt vagy cselekszik, akkor átgondolja, ismereteire tud támaszkodni, tapasztalataira. Vannak érzelmi komponensek is. Viszont van egy olyan mező, amivel nehezen tudunk bármit is kezdeni. Ezek az ilyen magatartás tendenciának hívott összetevők. Ez azt hiszem, hogy lefordíthatom úgy, hogy ez a megszokás. Azokat az ismereteket, amelyeket gyerekkorban sajátítunk el, nagyon gyakran egész életünkben úgy folytatjuk, és külön örülök, hogy jó néhány humán egészségügyes kolléga is elfogadta a meghívásunkat, és remélem, hogy ők vissza fogják tudni igazolni, hogy sokszor még a szakmabelieknél is a legnagyobb problémák egyike, hogy egy egészen egyszerű dolgot mondjak, hogy ők ugyanúgy mosnak kezet, mint ahogy óvodáskorban vagy kisebb korban megtanulták, és a gyerek azért mos kezet, mert a szülő azt mondja, hogy mossál kezet kisfiam vagy kislányom. Innentől kezdve ő nem érti, hogy miért kell kezet mosnia. Az egyetlen egy célfüggvénye az, hogy minél gyorsabban legyen túl ezen a műveleten. És hát bizony felnőtt korban már hiába tanulja hozzá, hogy miért kellene neki így vagy úgy kezet mosni. Nagyon gyakran, különösen a siet vagy monoton munkát végez, akkor ezeket rutinból végzi, pont ugyanúgy, ahogy gyerekkorában megtanulta. Nem csak mi, hanem nagyon sokan mások is erre a következtetésre jutottak. Több évtizedes irodalma van annak, hogy mit, milyen életkorban érdemes elsajátítani, és hát ezeknél a készségeknél ez marad. Ilyenkor persze könnyű egy olyan választ adni, hogy ez a család feladata. A család feladata, hogy erre felkészítse a következő generációt. Ezek nem biztos, hogy olyan dolgok, amikre az iskola alkalmas, mert kevés az óraszám, mert nincsenek technikai feltételek, és egyébként is a szülőtől elvárható, hogy odafigyeljen a gyerekére. Mindazonáltal, hogy ezzel azt hiszem, hogy egyetérthetünk, vizsgáljuk meg, hogy milyen ez a család, aminek ezeket az ismereteket át kellene adnia. Hát egyrészt, ha csak itt egy 25-30 éves időtávot tekintek, mert ez alatt is azt látjuk, hogy bizony többet dolgozunk, akinek van munkája, az többet dolgozik, több percet fordít kereső tevékenységre. Szintén ez a közeg kevesebb időt tud a háztartási feladatok ellátására szánni, és hát ami mindennél fájóbb, hogy még kevesebb az idő a különböző társas tevékenységekre. Tehát a család az egyik oldalról egy jóval szűkebb érintkezési felületet kínál, mint akár csak 25-30 évvel ezelőtt. Erre megoldás jelenthetett volna az, hogyha több generációs családok, tehát a nagyszülőkkel együtt élő gyerekek és unokák családmodelljei lennének általánosak, hiszen itt a nagymama szoknyája mellett, még ha nem is érti a gyerek, hogy a nagymama miért használt külön vágódeszkát a baromfihoz és a salátához, megszokja. És később pedig ráér hozzá tanulni az ismereti részt. Hát ezen a fronton sem állunk túl jól.
Ez a családmodell, ez nyugodtan mondhatjuk, hogy kiment a divatból. Itt egy rövid időtávot nézünk, megint egy 40 év alatt ez a töredékére csökkent. És ezzel párhuzamosan, ugyanez az alatt az idő sáv alatt több mint megduplázódott azoknak a családoknak a száma, ahol egy szülő neveli a gyerekeket. Nyilván ebben az esetben még kevesebb a lehetőség arra, hogy ő nem csak, hogy a gyereknek elmondja, vagy megmutassa, hogy mit, hogyan csinál a konyhában, hanem hogy egyáltalán ő otthon ételt készítsen. Külföldön is fölismerték ennek a ezeknek a programoknak a jelentőségét. Mi néhány ilyet végig néztünk, végig elemeztünk. Ezek közül talán a legjobb egy több mint 10 éves program, amit Franciaországban indítottak el. Ha belegondolunk, hogy egy francia fogyasztó mennyire tudatos, akkor azt gondolom, hogy ez egy logikus lépés volt Franciaország részéről, hogy elindították ezeket a programokat már gyerekkorban, és a francia gyerekeknek megtanítják, hogy te legyél büszke arra, hogy francia vagy, a világon sehol nincsen olyan jó minőségű alapanyag, mint nálunk, a világon sehol nem érhetnek a francia gasztronómia nyomába. Azt gondolom, hogy a magyar felnőtteknek és gyerekeknek sincs szégyenkezni valójuk ezen a területen. De vannak még jó programok az Egyesült Királyságban, Belgiumban, Németországban, Olaszországban, és van egy EU-s program, ezt én nem minősítettem az előzőekkel hasonló hasznosságúnak, de tény, hogy az Európai Unió szintjén is történtek kezdeményezések. De természetesen mi mindent egy picit már hamarabb föltaláltunk. Itt ez egy olyan plakát, ami az 1900-as évek elejéről származik, és kötelező volt kitenni az akkori elemi iskolákban. Itt is egy kockázatkommunikációs eszközt látunk, az alkoholizmus hatásaira hívja föl a figyelmet. Azt látjuk, hogy józan Miska és részeges Pista életútját hasonlítja össze ez a plakát, és azt látjuk, hogy bizony a józan életmód az a testsúlygyarapodásra komoly hatást gyakorol. Részeges Pista meg tudta tartani a fiatalkori testsúlyát, testtömegindexét. Ugyanakkor a családi viszonyaiban egy komoly negatív változás állt be, aminek a legfontosabb példái között ott van az, hogy még a fán se nagyon maradt fönt a levél a részeges életmód következtében. De minden esetre ez egy olyan plakát volt, ami feltételezem, hogy elgondolkodtatta a gyerekeket. Egy mozgalmas plakát, történnek rajta dolgok, életszerű dolgok vannak. Ugye az ő falujából, akár az ő falujából is származhattak volna ezek a kis pillanatképek. És így összekapcsolta. Ezt azért gondolom zseniálisnak, mert egy több mint 100 éves eszközről van szó, és hát gyakorlatilag talán a mai napig megállná a helyét. Nálunk is történtek kifejezetten az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos ismeretterjesztő programok, kezdeményezések. A MÉBIH-nek, a mostani nevén ez a NÉBIH-nek az Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatósága. Voltak iskolai programjai, számos ismeretterjesztő füzetet adtak ki. Az OIT-nak, az OTH-nak is vannak ilyen programjai. Együttműködnek önkormányzatokkal, egészségnapokat szerveznek, fesztiválokon kint vannak, és a VM NÉBIH-nek is vannak hasonló programjai. Tavaly egy élelmiszerbiztonsági vetélkedőt szerveztek általános iskolásoknak, iskolai előadásokat tartanak, rendezvények, szintén fesztiválokon is jelen vannak a munkatársak. Arról beszéltünk idáig, hogy mi fontosnak tartanánk egy ilyen programot, de, és ez az előző előadásból is kiderült, fontos, hogy a szülők is belássák, és a pedagógusok is természetesen, hogy erre szükség van a gyerekek számára. Úgy tűnik, hogy ezen a területen jól állunk, a magyar lakosság csaknem 95%-a támogatna egy ilyen programot, és nagyjából egybe is esik az emberek, a szülők, állampolgárok véleménye azokkal az elképzelésekkel, amiket mi dédelgettünk ezzel kapcsolatban. Legtöbben élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos gyakorlati készséges, vagy gyakorlatias készségeket látnának szívesen egy ilyen
programban, de fontos az, hogy például az élelmiszer eredetű megbetegedések, a tudatos élelmiszervásárlás is nagyon kiemelt pontokat kapott. Meglehetősen önkritikus a lakosság, amikor a saját élelmiszer biztonsággal kapcsolatos ismereteit kell értékelnie. A legtöbben ezt közepesre értékelik, és többen gondolják úgy, hogy kevés ismerettel rendelkeznek, csak nem kétszer annyian, mint akik nagyon magabiztosak ezen a területen. Hát azt kell, hogy mondjuk, hogy sajnos nem is tévedtek. Kiosztottunk egy ilyen próba kérdőívet a szekció indulásakor, hogy mindenki egy kicsit föl tudja mérni a saját ismereteit is. Itt gondolom, hogy 100%-os helyességű válaszok történnek. Ezekre nem gyerekek adtak választ, hanem felnőttek. Kettőt ragadnék csak ki ebből. A tartós tej jellegzetes íze a benne lévő tartósítószernek köszönhető, a lakosság csaknem 2/3-ának véleménye alapján. És az utolsót említeném, a plenáris előadásban is elhangzott az, hogy a GMO tekintetében mindenkinek van álláspontja, tehát kevés a semleges álláspontra helyezkedő ember, de vajon tudjuk-e, hogy egyáltalán miről szólnak ezek a kérdések? Hát a hagyományos élelmiszerek génmentesek, szólt az állítás, és ezzel is a lakosság több mint fele egyet értett. Nem mondom, vannak olyan élelmiszerek, amelyek génmentesek, a tiszta ivóvíz például ilyen, vagy a konyhasó, de azért az élelmiszereink többsége, amik ha hagyományosak, akkor sem feltétlenül génmentesek. És rátérnék arra az oktatási anyagra, amit tervezünk. Beépült jó néhány alaptantervbe ez az új fogalmi kör, de megállapíthatjuk azt, hogy már a régebbi alaptantervben is voltak ilyen ismeretek, fontosnak gondolta mindig is az oktatási szakterület ezeket a kérdéseket. Talán egy lendületet kapott ez a munka, és én különösen nagyon örültem annak, hogy amikor a nemzeti alaptanterv bemutatkozott a nagy közönségnek, akkor minden előadó kiemelte azt, hogy olyan új ismeretek bekerültek a csomagba, mint például az élelmiszerbiztonság. Úgyhogy erre nagyon büszkék voltunk, most így bevallhatom, mi élelmiszeresek. Viszont úgy gondoltuk, és ezt is az OFI-val közösen formáltuk ezt a programot, hogy talán szükség volna egy önálló oktatási modulra is, amelynek nem csak a mi szűkebben értelmezett szakterületünk lenne része, vagyis az élelmiszerlánc ismeret, az élelmiszerbiztonság, az élelmiszerek és a környezet kapcsolata, hanem beszélnünk kell ebben az élelmiszerkultúráról, a tudatos vásárlásról, és ami nagyon fontos, a táplálkozási ismeretekről is. Egy ilyen önálló modulnak az elhelyezése talán a legizgalmasabb kérdés, az eleve túl zsúfolt órarendbe hova férhet be még egy plusz komplex anyag. A délutáni foglalkozások, az egésznapos iskolai program, ha népszerűvé válik ez a forma, az ökoiskolai programok, az erdei iskolai programok, az osztályfőnöki órák kínálhatnak erre alapvetően lehetőséget. De szeretnénk, és ez egy bevallott szándékunk, egy olyan kellemes megjelenésű és könnyen feldolgozható példákkal jól illusztrált anyagot alkotni, amelyeket akár az alaptantárgyakhoz is föl lehet majd használni, mint illusztrációt, segédeszközt, lehet használni az innen származó teszteket. És amikor elkezdtünk ezen dolgozni, akkor született egy olyan ötlet, hogy mi lenne, hogyha egy olyan változatban készítenénk ezt el, amit a gyerekek saját maguk is föl tudnak dolgozni. Nyilvánvalóan mindenkinek vannak olyan könyv élményei gyerekkorából, amikor még éppen, hogy elkezdte az olvasási karrierjét, de megtalált egy olyan könyvet, amit nem is biztos, hogy az ő korosztályának írtak, vagy lehet, hogy az ő korosztályának írták, de egy olyan izgalmas ismeretterjesztő tartalom volt benne, hogy ő saját maga betűről betűre, de végigrágta magát az anyagon. Nekem volt egy ilyen könyvélményem, például a fognyűvő manócska, ami fogmosásnak a fontosságára hívta fel a figyelmet, bemutatta, hát nyilván alapvető szinten azt, hogy
hogyan néz ki a fogszúvasodás, és én onnantól kezdve ezt el tudtam képzelni, mint kisgyerek, és tartottam hozzá magamat egészen felnőtt koromig, elkísért ez a gyerekkori olvasmány élményem. Arra gondoltunk, hogy ehhez is adnánk egy meseszálat, tehát lenne egy szakmai tartalom, amihez egy meseszál kapcsolódna, hogy a gyerekek önállóan föl tudják dolgozni. Ennek pedig az állt a hátterében, hogy ami kötelező, az nyilván nem annyira izgalmas, de ha nem kötelező, de ilyen mesés, szerethető, akkor talán még több gyerekhez eljuthat ez a tananyag. Maga a folyamat, ez ott tart, hogy egy szakmai változatot szeretnénk elkészíteni. Szeretném megkérni kolléganőimet majd az előadás végén, hogy egy elkészült kis próbaváltozatot mutassanak be önöknek. Nyomtattunk belőle néhány példányt. Ez most jelen pillanatban egy ilyen 80-90 oldalas anyag. Egy közérthető nyelvezettel összeállított szakmai anyag. Azonban azt szeretném, hogy ezt egy nyersanyagnak tekintsük, és én azt szoktam meg, az eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy amikor beszélünk valamiről, hogy valamit kellene csinálni, akkor egészen addig nem történik semmi, amíg valaki el nem indul az úton, és utána már a többiek bírálják, meg kritizálják, meg jó esetben hozzátesznek dolgokat. Mi most ezt szerettük volna fölvállalni, hogy elkészítettünk egy nulladik változatot. Mi a saját részünket természetesen igyekeztünk nagyon igényesen kidolgozni, a többit is, de a többit arra szánjuk, hogy a többi szakterület képviselői ezt átrágják, és a saját arcukra változtassák, saját maguk által fontosnak ítélt részletekkel kiegészítsék ezeket a fejezeteket. Lesz tehát egy lektorálási szakasz, és utána jön az a segítség, amit nagyon szépen köszönünk az OFI-nak ezúton is, egy pedagógiai fejlesztés, vagyis hogy gyereknyelvre lefordítani az anyagot, hogy valóban tananyagként megállja a helyét. Utána egy meseszálat adnánk hozzá, ezzel párhuzamosan egy grafikai arculatot kapna, és kidolgozunk hozzá játékokat, teszteket. És nagyon fontos az utolsó 2-3 pont is. Nem egy egyszeri dolognak szeretnénk ezt szánni, hanem fent szeretnénk tartani az érdeklődést ezzel kapcsolatban. Minden évben programokat tervezünk, e köré a tananyag köré játékokat, versenyeket, szeretnénk bemutató órákat tartani, esetleg ismertebb emberek részvételével is, és hát azt sem tartjuk kizártnak, hogy ezt az anyagot időről időre gondozni kell, át kell alakítani, aktualizálni kell majd. És maga a forma az egy több változatban elkészülő tananyagról van szó, tehát egy csomag, egy oktatási csomag. Az alapja természetesen ez a gyerekeknek szóló tankönyv. Mellette lesz egy pedagógusoknak szóló könyv is, amiben részletesebb információk lesznek, háttéranyagok lesznek, hivatkozásokat talál a pedagógus, hogy minek hol tud utána járni, módszertani javaslatokat kap, hol milyen játékot érdemes játszatni, milyen kérdést tegyen föl a tanulóknak. Óravázlatokat szeretnénk hozzá biztosítani, szeretnénk prezentációkat készíteni, hogy ahol megoldható, kivetíthető legyen, minél kevesebb munkával feldolgozható legyen ez a pedagógus számára. Feladatlapokat szeretnénk készíteni, játékokat kidolgozni. És ami fontos, hogy az első pillanattól kezdve ezt egy ingyenes, mindenki számára szabadon letölthető elektronikus tananyagként képzeltük el, és menet közben azon gondolkodtunk, hogy ahol ez esetleg gondot jelentene, vagy az informatikai eszközök nem állnak rendelkezésre, vagy az informatikai kapcsolat nem megfelelő, oda évről évre egy-egy papíralapú csomagot eljuttatnánk. Ez egy példa arra, hogy korábban végeztünk hasonló tananyagfejlesztést. Itt szintén kaptunk már segítséget az OFI-tól. Ez egy nagyon kis szűk csomagocska ahhoz képest, ami az élelmiszerlánc ismeretek kapcsán feladatként felmerült. Itt csak a parlagfű mentesítéshez, a parlagfű elleni védekezéshez
szükséges információkról szól ez az anyag, ez egy kétszer, háromszor 45 perces anyag, de már itt is összeállítottunk egy pedagógusoknak szóló anyagot, feladatlapokat, és így tovább, tehát ez mondjuk azt, hogy egy ilyen teszt változata annak az anyagnak, amit terveztünk. És hát ez a szekció is arról szól, hogy szeretnénk minél szélesebb körben partnereket találni ez a programhoz. Ahogy az előadásomban is hangsúlyoztam, úgy gondoljuk, hogy ennek nem minden eleme tartozik a mi szakterületünkhöz, viszont szeretnénk kihasználni azt, hogy ezzel az élelmiszer láncbiztonsági stratégiával lendületet kaphatott ez a projekt is, és szeretnénk ebbe bevonni tehát a többi szakterület képviselőit, az oktatási hálózatokat, a partner szervezeteket, partnerintézményeket, esetleg iskolákat összegyűjteni, akiket már most érdekelne ez a program, és akkor a fejleményekről mi egy hírlevélben tájékoztatnánk az érdeklődőket. Teszteléshez is keresünk pedagógusokat, természetesen a későbbi rendezvényekhez, játékokhoz, bemutató órák megtartásához szintén szükségünk lesz minél több elkötelezett partnerhez, és hát abban is bízunk, hogy most a hozzászólások és a kerekasztal beszélgetés is alkalmas lesz arra, hogy a mi ismereteinket is bővítse, és ötleteket kapjunk ahhoz, hogy hogyan tudjuk ezt a társadalom egésze számára ismertté tenni. És ez egy megtörtént rendezvény, a tavalyi évben egy élelmiszerbiztonsági vetélkedő sorozatot indítottunk általános iskolásoknak, és számomra ez volt az egyik legmeghatóbb jelenet a gyerekeknek. Nem mondta senki, hogy ezt így kell kínálni. Figyeljék meg ezt a kis törött kezű kislányt itt a fotó előterében. Óriási szeretettel álltak a témához a pedagógusok és a gyerekek is, tehát úgy látjuk, hogy ha eljutunk odáig, hogy ezt a programot a jövő évben az iskolákba be tudjuk vinni, népszerűsíteni tudjuk, úgy gondoljuk, hogy befogadó készség talán lesz rá. Én itt most befejezem az előadásomat, és szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmüket. Köszönjük szépen Kassa doktornak, és azt javasolnám, hogy a kerekasztal beszélgetéshez a meghívott vendégek, mivel az asztalunk az nem kerek, hanem székeket hoznánk ide, és akkor így ugye egy kicsit félkörben ülnénk, jó? És akkor, ha ezt megtesszük, utána következik a bemutatás, jó? És akkor tudunk beszélgetni. Készültek a tesztek, és ha szabad, akkor bemutatom röviden. A tartós tejjel kapcsolatban ez a csapat kivétel nélkül mindenki eltalálta a megfelelő választ. Azokat mondanám, ahol problémánk volt. A biztonságos élelmiszerekben nincs helye a baktériumoknak. Hát két olyan kolléga volt, aki ezzel vitatkozott. Hát van néhány olyan élelmiszerünk, ami kifejezetten arról szól, hogy élő anyag, élő kultúra. A hagyományos élelmiszerek génmentesek, ezt példaként hoztam föl, ezzel is többen egyetértettünk. Anonimak a kérdőjének természetesen. A só és a cukor magas koncentrációban történő adagolás-ősi tartósítási eljárásaink közé tartozik. Van, aki szerint ez nem igaz. Az elszámok mesterséges adalékanyagok, ezzel is négyen egyet értettek. És van még egy izgalmas dolog, ezt az utolsót emelném ki, ez többször elhangzott félreértés, sokszor találkozunk vele ilyen fogyasztói fórumokon, hogy a fogyasztott étel biztonságosabb, mert a fogyasztás nem éli túl a mikrobák. Hát van olyan, amelyik tényleg nem éli túl, úgyhogy mondjuk azt, hogy ez egy részigazság. Elnézést nélkül, hogy közben vártam. Köszönöm szépen. Akkor kezdeném a bemutatkozással, jó? Itt állok, hogy mindenki lásson. Mellettem Ulcsai doktor, dr. Ulcsai Lajos, az ANTS főosztály vezetője a járványügyi főosztályról. Mellette foglal helyet dr. Dömölki Lívia, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesülettől, az Élelmiszerbiztonsági Munkabizottságnak az elnöke. Köszöntöm.
Kassa doktor, dr. Kassa Gyula, a Corvinus Egyetem élelmiszertudományi karának adjunktusa, és még egyszer megemlítem, hogy ő találta ki igazából ezt a programot, az ő nevéhez tudjuk kötni. Mellette foglal helyet Zoltai Anna, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivataltól, a Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti Osztálynak az osztályvezetője. Mellette foglal helyet az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetből Níder Katalin, aki az Ökoiskola programvezetője. És az utolsó, de nem utolsó sorban, Petrovics Nándor, akit az előbb hallottunk, ő az OFI-nak az egyik szakértője. Én pedig továbbra is Ilauszkini Varga Enikő vagyok, és szeretném ezt a beszélgetést lemoderálni. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy én nem vettem részt ennek a programnak a kidolgozásában, úgyhogy igazából én is úgy ülök itt, mint önök, laikusan, viszont mégis hozzáértően, hiszen mint mindannyian önök is hozzáértők, hiszen az élelmiszer biztonsággal mindannyian találkoztak és találkozunk, ugyanis pedagógusokról van általában szó, tehát mindenféleképpen kell, hogy legyen közünk ehhez a nagyon fontos dologhoz. És akkor most fordulnék a Katalinhoz, az Ökoiskola vezetőihez, mégpedig azért, mert egy olyan gondolat futott át az agyamon, hogy ön szerint, kicsit lesek is, hogy az iskolának vagy a szülőknek kell tudatosabbá tenni a gyerekeket. Tehát, hogy a nevelésben minek van, melyik résznek van erősebb szerepe, ugye, mert az elsődleges szociális tér, a szülői tér, ott rengeteg mindent tanulunk, de hogy van ez az iskolában? Melyik a fontosabb? Van-e fontosabb? Szerintem csináljuk azt, hogy ez a rész legyen ott, és akkor ezt pedig itt, jó? Én azt gondolom, hogy a szülői háttér az nagyon-nagyon fontos a család, és itt a nagymamák, nagypapák szerepe is, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, főleg én felírtam magamnak egy csomó praktikát, hogy hogyan lehetne ezt az iskolákból kivinni a hétköznapokba, mert én azt gondolom, hogy az iskoláknak ki kellene lépni minél többször, és akár egy nagymamához is el lehetne menni, látogatni, hogy készíti a lekvárt, vagy egy sima palacsintasütés is nagyon sok mindent elárul. Az iskola azért nagyon fontos, mert azok az ismeretek, amiknek a pedagógusok a birtokában vannak, azt nem biztos, hogy a szülő tudja, de viszont azt tudni kell, hogy a gyerekek nagyon nagy hatással vannak a családokra. Tehát amit az iskolából hazavisznek, főleg az alsósoknál, mert ugye a tanítónéni az egy szent, és amit ő mond, az biztos, hogy úgy van. Tehát amit hazavisznek a gyerekek, az a családra is hatással van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem lehet igazságot tenni, hogy melyik a fontosabb, mind a kettő nagyon-nagyon fontos. És ön bevinni ezt az Ökoiskola programjába, ezt magát, ezt a mondjuk, hogy a tantárgy lenne, vagy valamilyen délutáni foglalkozás keretében? Én azt gondolom, hogy egész mindennapokat át kell, hogy hassa ez az iskolába, főleg a higiéniai része. Másrészt meg az Ökoiskolák 2005 óta létező intézmények, és itt néztem a témaköröket, például a tudatos vásárlás az abszolút egy ökoiskolai téma. Tehát, hogy az ökoiskolák már szerintem élen járnak ezekben a dolgokban, hogy ez a téma érintse a gyerekeket, akár egy földnapi program kapcsán is. Másrészt pedig az élelmiszerekkel, én kémia szakos vagyok, és nagyon sokszor bevittem órára élelmiszereket, és azokkal kísérleteztünk, akár egy penészes kenyért megnéztünk mikroszkóppal, nagyon-nagyon érdekes volt, és amiért hálás ez a téma, mert a gyerekeket ez nagyon-nagyon érdekli, mert a mindennapokról szól. Szerintem ez a legfontosabb része, hogy a mindennapokról szól, és nem kérdezik meg, hogy ezt most miért tanuljuk, mert tudja, hogy ez biztosan szüksége lesz rá. Igen, ezt én is így gondolom, abszolút. Tehát igazából szinte minden tantárgyban jelen van, én azt gondolom. Ugye itt láttuk az előadásban a kémia, biológia, szinte minden matematikát is említhetem. A mi iskolánkban például testnevelés szakos hallgatók vannak, és azt gondolom, hogy annál fontosabb dolog nincs, hogy a sportolóink, az élsportolóink egészségesen étkezzenek például. Tehát tudják azt, hogy mi ez az étel, ami nekik a legfontosabb ahhoz, hogy egészségesek, erősek és igazából aktívak tudják maradni.
Viszont volt egy nagyon fontos vagy érdekes szám az előadásban, és itt az Úrcsai doktorra nézek, az a bizonyos 80%, nem tudom, emlékszik-e itt akasz a doktor, ahogy mutatta, hogy a háztartásbeli, hát igazából a háztartásokban 80%-ban meg tudnak betegedni. Mit gondol erről? Hát én most ebben a helyzetben, és ezt többen alátámasztatják, tehát az élelmiszerbiztonságot az egészségtől nem tudom elválasztani, hát ez ugye ez a szakmai ártalom, és lehet, hogy így is van jól, de az biztos, hogy a háztartásoknak a szerepe az ételfertőzésekben nagyon magas. És ez sajnos, hát a közétkeztetés az utána következő, de ennek sajnos az a fő problematikája, hogy a lakosságnak az egészség tudatos magatartása és az egészség kultúrája nem üti meg az általunk elvárt szintet, amit szerintem a magával szemben elvárt szintet se, mert különben nem betegednének meg a saját maguk által készített élelmiszertől. Na most ezt csak sziszifuszi munkával lehet elérni, hogy ezen változás legyen. Pénzt sokkal könnyebb szerezni, mint tudatot formálni. Na most abba nagyon igaza van, hogy az otthon tulajdonképpen az elsődleges kéne, hogy legyen a nevelésbe. De az otthoniaknak sincs meg a megfelelő szemlélete. Tehát valahogy azt a láncszemet kell kihasználni, amikor az iskola tud visszahatni a családra. Sajnos most ez egyre nehezebb lesz, mert ugye az iskolákba csak akkreditált oktatási programokkal lehet bejutni, tehát addig, ameddig eddig a védőnőket vagy valakit meg lehetett hívni egy-egy osztályfőnöki órára, addig most ennek a lehetőségei aránylag korlátozottak. Tehát gyakorlatilag én a Gyuszinak föl is ajánlottam, hogy amennyibe kell, és a humán egészségügyi részt érintő problémákat segítünk kidolgozni, tehát mindent ezért odaadunk, mert tulajdonképpen a fertőző betegségeket, az étel útján terjedő fertőző betegségeket csak el kell kezdeni valahol, azt a nevelést is meg kell csinálni. És én nagyon sajnálom, hogy remélem, hogy az egészségtan sorsára nem fog jutni a ti programotok, mert az egészségtanba mi eljutottunk addig, hogy 2007-ben a medicína kiadónál meg is jelent a pedagógusoknak a felkészítéséhez a tankönyv. Sajnos az oktatásfejlesztőkkel akkor ez nem találkozott össze, és ez hát a mostani NAD-ból kimaradt, tehát így részekben van benne, de ahol lehet, ezt éppen azért, hogy a lakosságnak az általános műveltségi színvonalát, mert szerintem ez ahhoz tartozik, tudjuk emelni ebbe, bármikor készek vagyunk közreműködni. Köszönöm szépen. A védőnők, legalábbis ahol vannak védőnők, nálunk például félállásban, őket nyugodtan meg lehet kérni például osztályfőnöki órákon, vagy bármilyen órákon, és különböző előadásokat tudnak tartani, de tudom, hogy sok helyen ez probléma. Igen. Következő kérdésem igazából a menzával kapcsolatos lenne. Szerintem ez egy problémás kérdés. Legalábbis a mi iskolánkból kifolyólag igazából szinte senki nem szereti, nem szeret oda járni, nem szeretnek ott tenni. Mi lehet az oka? Nem jól főznek? Nem úgy főznek, ahogy otthon? Vagy van-e valami? Ezt tőlem kérdezi, gondolom. Azt hiszem, hogy ez a válaszod elsősorban nem engem, mert egy szociológust is érdemes lett volna megkérdezni. Ez egy borzasztó komplex és összetett kérdéskör, amelynek némely területére mi is bebecsúszunk, épp az élelmiszerbiztonságokán. Az elmúlt időszakban valóban vizsgáltuk az iskolai menzák kínálatát, annak elfogadottságát, és most itt nem ebbe a vizsgálatba mennék bele, hanem szeretnék egy-két provokatív kérdést föltenni. Ugye itt volt szó a tantervről, a tananyagról, hogy milyen formában tanítjuk a gyerekeket abban a 45 percben arra, amit mi szeretnénk nekik megtanítani.
És akkor a gyerek, mikor kilép a szünetben a folyosóra, vagy adott esetben elmegy ebédelni, akkor találkozik egy másik világgal, egy másik valósággal, már az iskola folyosón, a mosdóban, a menza előtérben, a menzán a viaszos vászon terítővel, az igénytelen odadobott étellel, a zsúfolt étkezdével, a rohanós ételfogyasztási szokással, mert különben, ha nem rohan, akkor nem érkezik oda a következő órára. Többször felvetettük mi azt már, hogy amikor az órarendet elkészítik a gyerekeknek az iskolába, pláne most az egésznapos foglalkoztatás beléptével, miért nem teszik bele az étkezésre fordított időt a tanrendbe, ugyanis 20 perc alatt én jelentem, nem lehet megebédelni, mi sem ebédeltünk meg 20 perc alatt, csak igénytelenül nem megfelelő étkezési kultúra elsajátításával és gyakorlattá tételével lehet csak 20 perc alatt étkezni. Ezért aztán már harmadikas korban lemorzsolódnak a gyerekek a szervezett étkeztetésből, ami egy hatalmas nagy probléma. Tehát ennyit a menzára, de a kézmosásra is lehetne utalni, és még sok minden másra. A menzával kapcsolatban arra is szerettem volna utalni, hogy hogyan lehetne őket arra nevelni szép szóval, hogy tudatosabbá váljanak az étkezésben. Tehát, hogy mondjuk az ételek mienségét lehetne koordinálni valamilyen úton, módon, hogy milyen ételféleségek kerülnek az asztalokra. Biztos. Hát most én, mint fogyasztó, mint aki minden nap napi 4-5-ször étkezem, mondom, hogy tudom azt, hogy valamiben benne van az a szükséges tápanyag, amitől én szebb leszek, és okosabb, és fényesebb a hajam, de nem finom, nem biztos, hogy meg fogom enni. Tehát valahogy ezeket az egyensúlyokat kell megtalálni, és a gyerekeket a tudatuk, meg az érzékviláguk nevelése kapcsán kell megközelíteni. Jó. A Dömölki Liviához fordulnék közben. Fordult-e elő, vagy hogyha igen, akkor milyen gyakran fordul elő önöknél, hogy olyan kérdésekkel fordulnak önökhöz, amit mondjuk már meg kellett volna tanulniuk tehát otthon, és nem az iskolában? Most nekem menet közben több mindent fölírtam magamnak. Talán nem ezzel kezdeném, hanem azzal, hogy az a tapasztalatom, én elég sok iskolában előfordulok, mert 2004-ben az Európai Unióban nekünk van egy 40 fős élelmiszer szakértőbizottsági networkünk, vagy szakértői csoportunk, és akkor azt tűztük ki célul ott közösen Európában, hogy az iskolai közétkeztetés színvonalát kell javítani, és akkor kiadtunk egy sajtóközleményt, azzal a címmel, hogy kezdődik az iskola, kezdődik az elhízás. Ugye itt a gyerek elhízásról volt főleg szó. És meg kell mondanom, hogy akkor átszólt ez a sajtóközlemény, hogy még a Frey Tamásnak a műsorába is bekerültem, mint az év fogyasztója jelölt. És rengeteg iskola keresett meg bennünket, folyamatosan hívtak, hogy mit lehet tenni, mert náluk ilyen rossz, olyan rossz, mert az önkormányzat rendeli ugye az ebédet, és nem érdekli őket, csak az a lényeg, hogy olcsó legyen. És akkor én mindenkinek azt tanácsoltam, hogy legyen már bennünk civil kurázsi, hát ugye, mint civil, elkötelezett civil, és kérem szépen, a szülő fizeti az ebéd egy részét. A szülő választja meg az önkormányzatot. Hát tessék felháborodni, tessék szólni a dolgokért, és akkor így civil módon meg lehet oldani a dolgokat, és több visszajelzést kaptam, hogy sok iskolában ez sikerült is, mert a vállalkozó még csak ott tartottak, hogy szerveződtek a szülők, hogy most akkor kiverik a balhét, hogy úgy mondjam. Már ugye a vállalkozó, aki ebből él, hoppá, itt valami történt, és valóban változtatott a menün, és sokkal jobb lett az étkeztetés. Tehát lehet ezt így csinálni. Ami tapasztalatom még van, az, hogy sajnos már nincs az, hogy a nagymama majd megtanítja. Márpedig a gyerek nem abból tanul, amit mondunk neki, hanem amit lát. Tehát az, hogy én otthon azt láttam, az én anyukám otthon főzött, hogy megjött a piacról mondjuk, és akkor cipőt váltott, és ruhát váltott, és kezet mosott, és utána kezdett el főzni. Ez olyan természetessé vált számomra. De ma már gondoljunk bele, hogy a nagymamák, mondjuk tegyük fel, hogy az 50-es években voltak szülők, dolgoztak. Tehát
nem otthon étkeztek, hanem a gyárba, vagy a irodába, vagy ahol voltak. Tehát egyszerűen elfelejtették az emberek a konyhai higiéniát, szerintem, jó részt. Én ezt hallom a gyerekektől, akikkel beszélgetek az iskolába. Tehát, ha nem mutatjuk, csak mondjuk, azt nem tanulja meg. Tehát a kézmosásnál is az van, nem azt kell mondani, hogy mossák kezet, miért csak, hanem meg kell magyarázni. Nem, a gyerek nem hülye, csak kicsi. Tehát ha megmagyarázzuk neki, hogy baktériumok vannak a kezeden, mert fogdostod a villamos, stb., akkor szó és hang nélkül megy kezet most is meg fogja szokni. Tehát ez így fontos. Nekünk egyébként van egy olyan programunk, aminek az a neve egy Lunchbox, és ezt meg a Consumer International indította el egyik évbe, szintén az elhízás elleni küzdelem jegyében, és azóta is csináljuk, mert nagyon sok iskola nagyon szereti, és minden évben visszahívnak. Az azt jelenti, hogy kiteszünk az asztalra, mint 30 féle élelmiszert, és azt mondjuk a gyerekeknek, hogy mindenki választhat 5-öt, amit ő megvenne, hogyha ő menne vásárolni. És utána ott van a kezében az élelmiszer, és mert egyébként hiába magyarázom én neki, hogy nézd meg a lejáratát, nézd meg az összetételt, de ott van a kezébe, fogja a kezébe, és mondom neki, hogy olvasd el, és akkor elolvassa, és akkor megjegyzi. És hát általában tudják is egyébként, hogy most akkor nem egészségeset választott, de az a tapasztalatom, hogy a reklámok azok borzasztó nagy hatással vannak az ilyen 10 év körüli gyerekekre, tehát ha ki van rakva egy két no-name üdítő meg egy Fanta, akkor biztos, hogy a Fantát fogja meg, és akkor megkérdezem, hogy miért azt választottad, azt mondta, hogy hát mert láttam a tévében, hogy ez biztosan nagyon finom, tehát itt a reklámokkal is ugye küzdünk, hogy ne legyenek reklámok, és most van egy ilyen önkéntes aláírás, hogy nem lesznek gyerekeknek szóló egészségtelen dolgokat reklámozó reklámok, de hát azért én így szenvedélyesen nézem a reklámokat, tehát tévét nem annyira, de a reklámot mindig, és látom, hogy most már ugyan a NIM2 cukorkát már nem reklámozzák, mint nem csak egészséges, hanem finom is, hanem azért mindig becsúsznak, főleg a Minimaxon rengeteg olyan reklámon, amit nem szeretek. Tehát van egy ilyen programunk is, és teljesen egyetértek nekem 6 unokámmal. És azt látom, hogy az óvodában ezek kezet mosnak, fogat mosnak, ebédelnek, szépen esznek, bekerül az iskolába, már az első év felénél habzsol, hiába mondom neki szombat-vasárnap, hogy ráérsz, nyugodtan rágd meg, stb. Annyira berögződik, hogy habzsolni kell, meg különben nem tud jól lakni, hogy nem tudom róla leszoktatni. Tehát ez egy borzasztó probléma szerintem. Én azt látom rengeteg iskolában, hogy valóban nincs módja kezet mosni, sok helyen nincs módja vizet inni, és úgy megy el ebédelni, mert hol mosson kezet, mert ugyanott van a vízcsap sokszor az osztályteremre, de azt mondja a tanítónő, hogy igen, de akkor szétpocsolják a vizet. Hát kétszer fel kell töröltetni velük, és akkor utána már nem fogják szétpocsolni a vizet. Nem az a megoldás, hogy elzárom a vízcsapot. Tehát vannak ilyen tapasztalataim, és hát a másik, ami most nagy szívfájdalmam, megjelent ez az új rendelet a közétkeztetésről, és hát szokás szerint, ahogy Magyarországon szokott lenni, most átestünk a ló túloldalára. Annyira be van szűkítve, hogy mit adhatnak a gyerekeknek, hogy most már ott tartunk, miután cukrot nem adhatnak neki, legnagyobb megdöbbenésemre édesítőszeres dolgokat kapnak. Hát könyörgöm, ha valami egészségtelen, ha egyáltalán beszélhetünk valami egészségtelen élelmiszerről, édesítőszer gyereknek, nehogy már azt adjunk nekik. Hogy én nem értem, hogy aki ezt a rendeletet megalkotta, ennyire teljesen azon volt, hogy csak feltétlen csak ami nagyon egészséges. Hiába utálja a gyerek, és nem fogja megenni, és éhes lesz tőle. Előírták, hogy most akkor ezt így kell csinálni. Pedig mondjuk nálam nem panaszkodnak a gyerekek, hogy rossz az ebéd, arra nem panaszkodnak, csak megdöbbenve láttam, hogy most akkor édesítőszert kapnunk, mert cukrot nem kaphatnak. Tehát én azt gondolom, hogy újra kéne gondolni azért ezt a rendeletet, hogy ne akarjunk ilyen dolgokat adni a gyerekeinknek. Úgyhogy nekem ezek a tapasztalataim vannak sajnos, és azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van egyébként a családnak ez esetben, és visszahat egyébként az iskola a családra, az is kétségtelen, mert mondják a gyerekek, hogy az óvónéni, már az óvodában, az óvónéni azt mondta, hogy és akkor te most ezt miért eszed, vagy miért csinálod, úgyhogy ez fontos oda-visszahatás. Szabad még hozzá.
egy nagyon jó visszacsatolás a gyerekeknek a kézhigiénére, kézmosásra. Az iskolából, ha megüzennék a szülőknek, hogy otthonra vezessék be a gyerekeknek a fehér törölközőt, hogy lássa, hogy koszosan volt a keze, miután megmosta és kezet törölt. Nagyon nagy a nevelő hatása, nem csak a gyerekre, még a felnőttre is, úgyhogy lehet, hogy a szülő is megtanul kezet mosni. Köszönjük szépen, nem akarom túlragozni ezt az étkezés kérdést, de még motoszkál a fejemben a büfé kérdése, az iskolai büfé kérdése, hogy nem tudom, hogy annak van-e például szabályzása, hogy miket lehet árulni, vagy nem. Nem tudom, kit kellene kérdezem, és ki tudnám. Ócsai doktor. Ócsai doktor urat. Ugyanis nektek van ez. Jó, csak én már régen járványegyet csinálok. Igen, nekünk van. Volt erre, vannak rossz példák, voltak jó példák is, de sajnos itt is ugye az Akarás vagy Nyögés című műsoron nagyon sok helyen megbukott a dolog, mert például ugye amikor a gyümölcsöt kötelezték, hogy a büfék áruljanak, akkor a konyha, mivel más üzemeltetőjé volt, nem engedte, hogy megmossák ott az almát, tehát ezen megbukott az egész például. Na most mosatlanul a gyümölcsöt meg nem lehet árulni a gyereknek, tehát itt gyakorlatilag az a baj, hogy nagyon sok gazdája van, hát most már nem mondható el egy iskolának, de egy iskolának a rész üzemeknek több gazdája van, és sajnos nem a probléma megoldás irányába megy el a dolog, hanem hogy lehetőleg mindenkinek minél kevesebb munkája legyen vele, és hogy azzal semmit nem old meg, hát azt, akinek kevesebb a munkája, azt általában nem zavarja, csak a szülőket, ami viszont eléggé problémás. Ez a bizonyos 2004-es akciónk odáig jutott, hogy végül is a közétkeztetést nem reformálták meg, de akkor jelent meg a büfé rendelet 2005. január 1-én. És én utána voltam egy iskolában, középiskolában, és ott olyan büfé volt, hogy elájultam, mondom, ilyet. Én mondom az igazgatónak, hogy gratulálok. Azt mondja, nem az én ötletem volt, hanem a diák önkormányzat jött el hozzám, hogy ez nem állapot, hogy itt csak chipset meg csokit lehet kapni a büfébe. Van, aki nincs befizetve, ott eszik, és akkor leültek a büféssel, és megbeszélték, hogy legyen meleg szendvics, meg azt mondta az igazgató, hogy legyen olyan is, hogy csak vajas kenyér, vagy zsíros kenyér, mert van gyerek, aki nem tud mást megfizetni. Tehát itt is az a civil dolog, hogy a diák maga tudta, hogy neki mire van igénye, és akkor ha ennek helyt adnak, akkor már egy lépéssel előrébb vagyunk. De mondjuk az OET-nek a felméréseiből látom, hogy még mindig nagyon katasztrofális a helyzet. Nekem itt sugott a munkatársam, akinek hálásan köszönöm, hogy a 20/2012-es EMMI rendelet ezt a dolgot rendezi, mert a 129-es paragrafusa azt mondja ki, hogy termékadós terméket nem lehet az iskola büfében forgalmazni, és a 130-as paragrafusa pedig előírja, az iskola előírhatja a büfékínálatot. Zsókának köszönhetet, ő figyeli. Fölírtam, köszönöm. De viszont ha már megkaptam a szót, akkor hadd legyek túl azon, amit még szeretnék elmondani, kicsit átcsúszva egy másik területre. Amikor engem a Gyula fölkért erre a beszélgetésre, akkor azt mondtam, hogy én nem igazán tudok ezzel a témával mit kezdeni, én nem vagyok pedagógus. Én csak azt látom, mint szülő, mint nagymama, meg mint szakember, hogy itt nagyon sok minden nem jól működik, és akkor az élet, mint olyan sokszor a segítségemre sietett, mert kaptam egy levelet egy Karsai Zsuzsa nevű technika tanártól, aki a Fazekas Gimnázium technika vezető tanára, hogy a 2012-es kerettanterv előírja a technika órák keretében az életvitel tantárgy csoport, ha jól mondom, során, hogy ételkészítési ismereteket tanítsanak 5.-6. osztályban a gyerekeknek, és hát ezzel most nem tud mit kezdeni, mert eddig csak azokon a helyeken volt ez előírva, ahol volt tankonyha. De hát nekik nincs tankonyhájuk, akkor most mit tegyenek? Hogyan alakítsanak ki tankonyhát, és futott már fűhöz, fához, mire eljutott hozzánk, mert interneten megtalált bennünket. És nagy örömömre szolgált ez a megkeresés, és akkor nem válaszoltunk neki, hogy mit tegyen, hanem behívtuk egy beszélgetésre. Hát minden perce élmény volt ennek a beszélgetésnek, ugyanis Zsuzsát az OFI, a technikatanár módszerének kidolgozásába is fölkérte, és nagyon sok dologgal szembesültem én akkor abból, amit ő elmondott. Ő lelkes, és nagyon sok lelkes pedagógus van ezen a területen, de nem igazán tudják, hogy merre induljanak el, látják a kerettantervet,
De ehhez a tanításhoz ők is úgy érzik, amiről itt szó volt, hogy ez gyakorlati ismeret, gyakorlati fogható oktatási rendszer kellene. 45 perc áll rendelkezésre. Már pedig van itt sok házi asszony, rajtam kívül nem nagyon, mert mindenki szerintem olyan fiatal, hogy meg nem vezet háztartást. Én viszont vezetek háztartást, és tudom, hogy 45 perc alatt nem lehet mindent megcsinálni. Tehát 45 perc egy étel elkészítésére, megfőzésére jelentem nem elegendő. Már csak ha onnan indulunk, hogy be kell vásárolni hozzá. Vagy ki kell válaszolni, át kell gondolni. Tehát hogy néz ki ez az ételkészítés tulajdonképpen. Nekem van egy nevelt gyerekem, aki építészmérnök volt, hallgató volt még, amikor külföldre akart menni, és előtte én egy fél éven keresztül tanítottam őt főzni, hogy ne ott kelljen mindenfélét enni, és minden szombat vasárnapot Danival azzal töltöttünk, hogy reggel elmentünk a bevásárlásba, aztán átgondoltuk előtte, hogy mit fogunk főzni, 8-10 féle ételt főztünk szombat vasárnap, ehhez bevásároltunk, és a harmadik alkalommal azt mondta Dani, ez olyan, mint egy építészprojekt. Tehát tulajdonképpen ezt kellene megtanítani, ezt a fajta megközelítést, de ezt 45 perc alatt nem lehet. Egy étel nem készül el 45 perc alatt, csak felületes hőkezeléssel, már pedig akkor nem is biztonságos. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólását. Azon gondolkodom most éppen, vagy gondolkodtam, hogy korosztályokról, itt volt szó ugye az általános iskolásokról, de igazából mikor lenne érdemes ezt elkezdeni? Óvodában már el lehetne kezdeni? És mondjuk középiskolában? Itt. Szerintem bármikor el lehet kezdeni. Én azt gondolom, hogy az alsós, tagozatos gyerekek azért hálásabb közönség, mert egyrészt ugye a tanítónénivel csinálnak mindent, és amikor arról beszélünk, hogy 45 perc nem elég, én azt gondolom, hogy egy ilyen főzés programot meg lehetne csinálni matek órán is, amikor kiszámoljuk az összetevőket, aztán olvasás órán elolvassuk a receptet, tehát én tanítónéni lennék, mindig is irigyeltem őket, összevonnék 3 órát, és megoldanám. Már nem emlékszem, mi volt az eredeti kérdés, bocsánat, csak ez nagyon kikiválkozott. Hogy mikor kell elkezdeni, és azt gondolom, hogy a kamaszokat is nagyon jól be lehet vonni ebbe. Kamaszokkal én inkább üzemlátogatásra mennék, mert szerintem nagyon-nagyon érdekes. Én voltam egyszer egy csokoládé készítő műhelybe gyerekekkel, hihetetlen, hogy egy 15 éves kamasz fiú is mennyire élvezte. Én azt gondolom, hogy a kamaszoknak eleve az kell, hogy kilépjünk egy kicsit az iskolai keretekből, tehát a tanulmányi kirándulásokat meg lehetne oldani üzemlátogatásokkal. Én egyébként javasolnám, hogy összegyűjteni azokat az üzemeket, ahova el lehet menni gyerekekkel, és ezt valami honlapra föltenni, hogy az iskolák tudjanak róla, hogy hova mehessenek el. Egy vízpalackozó üzembe is el lehet menni, vagy egy vízműhöz is. Mi voltunk gyerekekkel, akár most a Szentendrei papírgyár jutott eszembe, nem élelbiztonság, de hogy vannak azért ilyen helyek, ahova. Tehát, hogy azért lehet, de bármikor el lehet kezdeni, azt gondolom. Köszönöm szépen, igen. Hadd tegyek ezt hozzá, én magam is kitettem, remélem föltűnt egy szó erejéig, hogy üzemlátogatás. Pénteken voltam annak a csapatnak az országos konferenciáján, a Technikatanárok Országos Egyesületének, és ott Bihal Tamás volt az egyik előadó. Én utána mondtam is ott mindenkinek, hogy korszakos bejelentés született, mert évtizedek óta, mondjuk 2 évtized óta panaszkodik minden egyes pedagógus kollega, aki egyáltalán gondol erre, hogy képtelenség bejutni üzemekbe. Fölnőtt egy egész nemzedék úgy, hogy termelő munkát nem látott gyárkapun belülről, legfeljebb a Spektrum TV, meg a Hogyan készül, ami egy remek műsor, de hát az nem ugyanaz. Tamás azt mondta, hogy a Borsod megyei iparkamara hirdette meg, pontosabban kereste meg Miskolc 100 általános iskoláját, hogy lehet jönni üzemlátogatásra. Na most az egy szál haj sok vagy kevés, ebből a 100-ból 4-en visszajeleztek, hogy érdekli őket. Ő azt mondta, hogy ez borzasztó kevés, én azt mondom, hogy ez már 4. Én nagyon remélem, hogy jövőre 8 lesz, aztán 16, 32, stb. Mert hogy ez borzalmasan hiányzik a gyerekek életéből, és valóban az teljes életpálya irányítás tekintetében hatalmas jelentőségű az élelmiszeripar. Ha egy foglalkoztatási szakember lenne körünkben, meghökkentő százalékot mondaná, hogy a dolgozó 4 millió mondjuk magyar állampolgárból hányan dolgoznak olyan
közvetlen munkahelyen, amely élelmiszer, élelmezéssel kapcsolatos, és hányan dolgoznak olyan munkahelyen, ami az evéssel, élelmiszer gyártás alatt, a teljes mezőgazdaságot is említhetem, stb. Stb. Elmosódott határokkal, de rettenetesen nagy foglalkoztatási jelentősége van ennek, és majdnem azt mondom, hogy a háborúban kinek van jó dolga, a péknek, mert nem éhezik, nem fázik. És mindig a hátországban dolgozik, stb. Stb. Na, még egy apróságot csak, hogy pontosítsak. Az OFI-ban tantárgyondozó, szaktanácsadó felkészítések folynak. Na most ezen felkészítésnek a központi témája az új NAT és kerettantervek implementációja. Tehát melyek azok a témarészletek, amelyek újdonságként jelennek meg, mert ezekben a kérdésekben lesz feltehetőleg a szaktanácsadót fogadó pedagógusoknak segítségre szüksége, illetve lesznek kérdései. És ezek között a legmarkánsabb, legjelentősebb, amit én is említettem, az ételkészítésnek a kötelező megjelenítése, mert az a szerepe, ami. Most ennek a keretében jelentkezett Kalasai Zsuzsa, illetve Beresz Árpádné a kolléganőm, akik ennek a tantárgondozós felkészítés anyagnak a fejlesztői, hogy mit kezdjenek, mert ezzel ők már a szaktanácsadó felkészítésen is valami készhelyzettel szeretnének előállni, hogy mit lehet kezdeni a tankonyhamentes iskolában ételkészítés címén. És erre volt az egy sorom, ugye, hogy a tankonyhától a kitelepülésig a különböző jellegzetes eseteknek hát milyen szabályrendszert kell megteremteni ahhoz, hogy az mintaszerű és példaadó és korrekt legyen szakmailag is. Egy erdei iskolában, stb. És akár egy mobil konyhával, nem tudom, mondta el. Pontosan, és annyit tudok erről az egész, azt ígértem, hogy én erre ma rákérdezek, ezennel ez megtörtént. Illetve annyit mondtak ők, hogy halad a dolog, és hát még néhány hetük van rá, hogy ez végül is testet öltsön. Majd egy akreditált pedagógus képzési anyagon belül is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és a közönségre nézek, hogy van-e valakinek esetleg kérdése. Tegye föl. Akkor hozzáfűzni valókat is, persze, azokat is szívesen fogadjuk. Köszönöm szépen. Az én gyerekem az egy német nemzetiségi óvodába jár, és az ő ünnepkör felfogásuk az egy kicsit más, és neki az egyik legfontosabb ünnepük az az őszhöz kapcsolódik, amit úgy hívnak, hogy terményhét, és ez ezen a héten zajlik. És a két gyerekemmel most már lassan 6 éve járunk ebbe az óvodába, itt nagymamákat hívnak be segítségnek, és az éppen aktuális érő gyümölcsökből állítanak össze ételeket, és nem főzik és nem sütik azokat. Tehát az ételkészítéshez nem feltétlenül kell tankonyha. És nagyon-nagyon jó a hatása a gyerekekre ennek a programnak. És ezt szerintem bátran meg lehet kérdezni, mert ez egy nagyon bevett gyakorlat. Köszönjük szépen. Más valakinek? Nincsen senkinek. Én azt gondolom, hogy nagyon sokáig lehetne még erről a témáról beszélni. Én jó magamról beszélek, most, hogy végighallgattam ezt a konferenciát. Azt gondolom, hogy tényleg elgondolkodtató volt számomra, és biztos, hogy más szemmel fogom nézni magát ezt a témát, magát az élelmiszerlánc biztonságot, és közelebb hozta hozzám, hogy nagyon-nagyon vigyáznunk kell, hiszen a saját egészségünkről és életünkről van szó. Úgyhogy én a Gyulának köszönöm, hogy ezt kidolgozta, és én bízom benne, hogy ez az egész program, és a mindenkinek persze, akinek van része benne, én bízom benne, hogy hazabeszélek, a középiskolába is el fog kerülni. Köszönöm szépen a résztvevőknek a neves hozzászólásokat. Köszönöm még egyszer. Köszönöm. És akkor egy kis ajánlítot szeretnék tenni a Gyulával a